Kedves nézőink, több fontos témát kell megbeszéljünk most. Vannak kérdéseim, amikre a rabbi válaszol. És hogyha a rabbi válaszol, akkor Oberlander Baruch a vendégem, a Vasvári Pál utcai zsinagóga rabbi, a budapesti ortodox rabbinátus vezetője, akit nagy tisztelettel köszöntök itt a stúdióban, üdvözöllek. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, így igaz, hiszen most már mindjárt dél van. Először beszéljünk arról, a lehetséges, hogy a rabbi miként értékeli, mennyire örömteli az az állapot, hogy most egy ideglenes tűzszünetet kötötte Izrael és a Hamas, és az ideglenes tűzszünetnek az egyik eredménye az, hogy hát, ha minden igaz, Isten segítségével az első 10-20 ma délután, magyar idő szerint 4 órakor visszatérhet Izraelbe. Figyelj, minden ember élete, minden zsidó élete az nagyon fontos. Ha tényleg 50 túszról van szó, az egy nagyon komoly dolog. Azért mondom, ha, mert lényegében ez egy terror, egy kegyetlen, gyilkos terrorszervezetről van szó, és akkor ez egy nehéz megállapodni velük, és ember nem tudja, hogy egy dolog, mondják más dolgot csinálnak, de 50 az ez sok, az egy kis közösség. Az egy kis közösség. Ugyanakkor ugye azt kell tudni, hogy a zsidóságban a pidyon svuim, azt jelenti valakit kimenteni, kiváltani a fogságból, az egy nagyon nagy dolog, mert életmentésről van szó. De van itt egy de. A Talmud azt mondja, nem szabad túl drágán kiváltani, mert ezt az embert kiváltunk túl drágán, ezzel a következőben az lesz, hogy mindenki más veszélybe kell, azt mondja, húha, érdemes ezeket fogságba ejteni. Hát erre igazán nem tudok mondani választ, milyen helyzet az, hogy lesz egy tűzszünet, ez jót tesz, mert a végső eredmény az, hogy meg kell szüntetni azt, hogy ne legyen veszélyes, az ne legyen veszélynek a forrása. Jót tesz, vagy nem, drágán fizettünk, vagy nem, azt én nem tudom, nem vagyok ennek a szakembere. Örülök annak, aki szabadulni fog, és imádkozok, hogy ne legyen ez egy drága ár. Értettem. Van még két másik téma. Az egyik az úgy, valószínűleg nem úgy szintén aránylag rövidebb téma lesz. Vasárnap a Hunyadi téri zsinagógában lesz egy kántorkoncert, ahol emlékeznek egy kántorra, Friedman Miklósra, és hát három rabbi is lesz ott, ha lehet ezt úgy fogalmazni, hiszen ott lesz a házigazda, Zohel Ábrahám zsinagóga rabbi, a Finári Gábor, és két díszvendég van, Kardos Péter és te. Nem a Fröhlich? Nem, Kardos ő rabbi lesz ott. Kérdezem én, hogy miről szólt a meghívás? Én nagyon jól ismertem a Friedman Miklóst, aki kántor volt egy-két zsinagógában, és azt kell tudni a Friedman családról, hogy ez egy nagyon bachovet család, ortodox család, lényegében rabbi család. A Friedmannak, a Miklósnak a nagypapája Huszti Dayan volt, a Huszti Rabinikus Bíróságnak egy nagyon aktív tagja volt. A Miklósnak az apja Sakter volt, Miklós maga Jesivában tanult, és minden. Szóval ez egy bachoved család, bachoved ember. Ha jól emlékszem, akkor mint azt mesélte volna, vagy a Miklós mesélte, vagy róla meséltek, hogy ő készült 56-ban távozni,
De valami holnap vagy holnap után, nem ma, mert ma még valami intézni való van, és akkor a holnap az már nem volt alkalmas. Mennyi ilyen ember volt, akik azt mondták, hogy igen, megyünk, de azért, ó, ezt még meg kell csinálni, ezt el kell intézni. Na, valaki mondta nekem, hogy egy cipőt rendeltem, jövő héten megérkezik, és utána, és a cipő persze. Miatt... Ezt erre mondják azt pestes, hogy a cipőre érdemes volt fogni, hogy mégsem indult el, hogy ő itt akart maradni. Nem feltétlenül. Szerintem csak igen. Nem mértek fel a helyzetet, hogy ez tényleg ez egy 10 perc van, és kész. És lehet, hogy nem lehet soha nem visszatérő alkalom, pláne az ember a kis gyereke van, kint kiment volna az ember, olyan közösségben telepedett volna le, ahol komoly zsidó élet van, akkor teljesen másképpen alakul az egész további élet. De hát akik mentek, nagyon sokan akik mentek, 5 perc volt a döntésre, és indultak. Jó, lehet. A nagypapám, ez már 49-ben volt, neki ő azt mondta, hogy nem megy el innen, addig, ameddig nem az összes rokon, aki megy. Az utolsó előtti volt neki a húga, aki nem csak egy állapotos volt, és nem csak, hogy 9. hónapban volt, hanem az nap ki volt írva. Azt mondja a nagypapának, Lézer, de mi lesz, a vonaton meg fogsz ülni a gyereket? Azt mondja, Dini, Isten segíteni fog, de egy dolog biztos, innen távozni kell. Megérkezett Bécsben, és onnan ment be a kórházban, és megszülte a gyereket. Értettem. Hamis papírról természetesen távozott, mert 49-ben... 49-es 50 között, igen. Nem, csak mondom, az ember akar elindulni, akkor indulni kell, és mindent kell figyelmen kívül hagyni. Igen, hát erről már beszéltünk korábban is, a korábbi heti szakaszok kapcsán is. Akkor viszont, ha már heti szakasz, akkor mostani heti szakaszban, vagy egyszer heti szakaszában van egy olyan rész, amiről szerintem érdemes beszélgetnünk. Ugye Jákob kénytelen menekülni, és ugye útközben ráköszönt az este, az éjszaka, és úgy alszik el, hogy több kő van a feje alatt, amik reggelre összenőnek. Egy kő lesz belőlük. És ennek kapcsán jutott eszembe az a párhuzam, hogy, és remélem nem sántít a párhuzam, hogy a zsidóságon belül az egyénnek és a közösségnek mekkora lehet az ereje, és mi lehet a feladata. Ugye ez egy midrash, amit Rási a kommentárjában idéz. Rási azt mondja, a kövek, mint a vita volt közöttük, hogy a lája niach cádik et rosó, rám tegyen a cádik a feje. És nem rád, hanem én szeretném magamnak. És ezért az volt a megoldás, hogy egy legy belőle, és akkor mindenki abba benne van. Ami ezt úgy is lehet értelmezni, ha azt beszélünk, az egyen és a közösség, amikor az ember nagyon ragaszkodik, hogy én, és én is nem te, akkor abban a percben, hogy az énből lesz mi, akkor már nincs vita. Mert a miben is benne vagyok, az mi vagyunk, és kész, és akkor már nem kérdés. És ez lényegében a mi feladatunk, hogy az énből legyen mi. Az ember ne éljen csak itt magának, hanem mint a közösségnek a része, és akkor ami neki van, az nekem is van, mert mi vagyunk. Ugye ez a zsidóságnak az összetartásáról szól. Az egyén is a közösségnek a feladata, azt kell tudni, nézzünk a Shulchan Aruchban, a zsidó törvénykönyvében, akkor a közösségnek a része lenni, az kötelező.
nem, nem csak abban a szempontból, hogy kötelező elmenni imádkozni mindjárt, közösség vagy ilyesmi, hanem ha van a közösségnek kiadás, akkor van kötelező rész, amit az embernek, ha ott lakik ebben a városban, akkor ennek a városnak, a közösségének egy, a kiadásainak egy részét neki fel kell vállalni. És a cserében az, a mi, az sokkal-sokkal erősebb, mint az én. Értettem, de akkor ugye ez azt is jelenti, hogy bárhol élek, nekem akkor jó, ha valamilyen közösséghez tartozom. Tehát olyan nincs, hogy én valahol kvázi remeteként van, de akkor is valamilyen közösséghez kell tartozzak, akikkel valamilyen nagyon fontos kölcsönös kapcsolatban vagyok. Tehát, hogy folyamatosan kell, hogy legyen köztünk valami kapcsolat. Bármilyen közösségről van szó, család, kis közösség, férfeleség, család, stb. Igaz, de a közösséget az szűkön is lehet értelmezni, hogy család, szűk család, férfeleség és gyerekek, és ilyesmi, egy kicsit szélesebben azt jelenti, hogy ez tényleg hogy közösség, zsinagóga, közös ima és közös felelősség egymásért. Az, hogy van az a fogalom, mint előimádkozó, vagy mit tudom, valaki Tóra olvasó, tehát mindenkinek kell olvasni, ez abban van, hogy mi közösség vagyunk. És ezért, ha egy valaki olvassa, és mindenki hallja, az olyan, mint ha mindenki olvasta volna. Ez a mi ebben a közösségnek az ereje. És egymást erősítik. Ő már csinálja, sikerrel jár, én is fogok csinálni, ő igyekszik, én is fogok igyekezni. Ő minden nap Tórát tanul, ő minden nap nem csak reggel jön imára, hanem este is. Sábeszkor is tartja a szombat, már eszik kósert, és én is. A közösségnek fontos, hogy erősítsék egymást. És abban az esetben kérdezem, ugye szó volt az előbb az imáról, hogy ezt jól emlékszem, te magad is mesélted, hogy útközben voltál valahol, amikor az esti ima ideje, vagy a reggeli ima ideje jött el, és reptéren, vagy akárhol, mit tud tenni az ember, nincs ott körülötte senki, akkor ő egyedül kell imádkozzon. Hogy mindig az a kérdés, hogy az ima ereje, az ilyen esetben fölér akár azzal is, hogy a közösségben van az ember. Tehát amikor nincs más, amikor ott vagyok egyedül. Először azt kell tudni, hogy útközben is lehet mindjárt közösségben imádkozni. Jó, ha van, én de ha soha nem fogom elfelejteni, egy malév járaton indultam New Yorkból, és én már ültem a helyemen, és az emberek még felszálltak, egyszer valaki átmegy, jó estét kívánok, főrabbi úr! Ránéztem, mondom, jó estét kívánok. Jó, később kiderült az egyik bácsinak, 80 évben még volt jarcátja aznap este, mondjuk, hogy csinálunk neki egy mindjárt esti ima, a közösségben ott fent valahol a levegőben, 9-en voltunk. Mondom, várja, valaki mondod nekem, jó estét kívánok, főrabbi úr, az biztos, hogy zsidó. Átmentem, megtaláltam, mondom, jöjjön. És akkor ő volt a tizedik. Azért, mert szólt nekem, főrabbi úr, akkor tudtam, hogy zsidó, és akkor ő volt a tizedik. Ez szerintem útközben is lehet, reptéren. Itt már hányszor imádkoztam én mindjárt el, az, de valahol, valamikor az ember úgy imádkozik, hogy nincs mindjárt, akkor természetesen nem annyit ér, de akkor is sokat ér, az embernek imádkozni kell, a zsidónak mindig kell imádkozni, tökéletesebb, ha mindjárt imádkozik, közösséggel, de ha nem, akkor közösség nyelven imád. Mit jelent közösség nyelven? Az ima úgy van megszerkesztve, hogy soha nem mondjuk az, kérem magamnak. Mindig az van benne, kérem magunknak, kérem segíts nekünk, gyógyíts meg minket, adjál meg nekünk. Azt jelenti, hogy legalább, ha egyedül vagyok, akkor is közösség. De erre van még egy nagyon szép történet.
Az egyik haszid mester azt mondta, én magam is imádkozok a közösséggel, összeszedem magamat, az is egy közösség. Az embernek van, ugye többféle, többfelé húzódik, és összeszedi magát, az is átvitt értelemben egy közösség. Ez olyan akkor, hogy több eszem első szemében mondjuk, ugye ezek a kövek, akik előbb vagy utóbb rájönnek a nagy vitában. Hogy nem én, hanem hogy mi vagyunk. A Rebe mi az, amit tanított, mondjuk akár neked, a közösség erejéről? A Rebe ezt az egész közösségi felelősséget egy sokkal magasabb szintre vitte, mert mindig, amikor beszélünk közösség, ahol az ember lakik, akkor felelősek vagyunk egymásért, a Rebe azt mondta, hogy ez a világ zsidóságát is úgy közösségként fel kell fogni, és nekem felelősségem van, és ezért mondta a Rebe a feleségemnek is nekem, magyar származású vagy, menj el Budapestre. Nem sok, de csak pár ezer kilométerrel arrébb New Yorkhoz képest, menj el, vagy a sógaramnak Olaszország, vagy a apósamék Olaszországban, a sógaram Moszkvában, szóval menj el, szinte az is. A nagy közösség, az szintén, hogy felelősek vagyunk, mi az egész világ zsidóságért, ahol tudok tenni valamit érte, akkor azt is kell tenni, és ez teljesen természetes. Az mi vagyunk, de mi a legszélesebb, a legszélesebb kört kell itt értelmezni. Egyébként jut eszembe a számodra, természetes volt, hogy amikor ezt mondta a Rebeneket, hogy akkor indulás, akkor... Mi az, hogy? Természetes is boldog vagyok, voltunk. És már számoltunk a napokat, mikor lehet indulni. Már ebben összesen egy feltétel mondott, hogy nézzetek meg a mikvet, hogy a mikve kósere. És akkor megnézettük egy szakember, és mikve kósere lett, de ennek eredménye az volt, hogy évekkel később mi építettünk itt az új mikvet. Az unokatestvérem és a sógarral finanszíroztak, és ez az a mikve, ami a Kazinczy utcában van, amit a nők használnak, azt mi építettük. Az mind azért volt, mert azt mondta, a mikve az a... És természetesen a mikve tényleg a kulcs minden zsidó közösségben, mert ez másképpen nincs házas élet. És hogyan lehet bárki, tehát nem csak a te esetedben, mert mondjuk te jöjjt Budapestre, ahol valamilyen, de mégiscsak vannak gyökereid, hogy mondjuk az, aki Moszkvába ment. Akinek mindenki négy nagy szülője magyar. Ő neki ez, tehát egy ilyen helyzetben mennyire egyszerű, vagy mennyire nagyon-nagyon nehéz közösséget építeni, egyben tartani, meg fölépíteni, sokkal könnyebb, mint utána egyben tartani. Nem tudom, gondolom én. Először kimondta, csak könnyű feladatokról van szó. Az élet az nem könnyű feladatokról van szó, az élet fontos feladatokról van szó, és ezt tenni kell. Oké. Hogy érdemes egy ilyenbe belekezdeni akkor? Adjunk tanácsot bárkinek, aki valamilyen típusú közösséget szeretne megépíteni, és felépíteni, és utána egyben tartani. Mi az a, nem tudom, az a kis finomság, ami plusz, ami nagyon kell hozzá? Nem hiszem, hogy ennek van egy megfogalmazott csoda recept. Azt én nem hiszem, de azt hiszem, hogy tényleg a közösség érzést ki kell építeni. Ami azt jelenti, hogy ne érezzen az ember, hogy sok egyén van itt, hanem közösség. Az nagyon fontos, az ember ide tartozik, és ez mindenképpen kell, hogy segítsen, de ugyanakkor természetesen a legfontosabb az, hogy azt kell adni az embernek,
azt kell megtanítani, hogy örüljenek a zsidóságnak, de a zsidóság egy élvezet legyen. Mert ha egy élvezet, akkor annak áldoz az ember. Ez nem olyan, hogy jaj, hogy tudok már szabadulni ettől. Pont fordítva, minél több, minél jobb, minél élvezetesebb tenni, akkor azt az ember szívesen megteszi. Van olyan, hogy valaki meg akar ettől szabadulni? Hát figyelj, ha az ember nem érzi jól magát, akkor fogja keresni a kiútat. Van ebben egy talmudi kifejezés, ki talmid habuj reach mi beita sefer, mint a diák, aki menekül az iskolából, ahogy vége van a tanításnak. Mert ő nem szívesen ül itt, és menekül. Ezt el kell kerülni, ha a gyerek élvezni fogja, akkor nem fog menekülni. Akkor inkább túlórázni fog. Közösség jut eszembe. Láttam egy videót a héten, múlt héten, nem emlékszem, leszem ezen a héten, a Zsilibben készült a videó, a legújabb Glitzenstein gyerek Brice-én. Egy ilyen alkalom mennyire tudja erősíteni a közösséget, és mennyire fontos a közösségnek mindig az új és új és újabb gyerekek érkezése. Figyeld, örömesemény, annak mindig megvan az ereje. Rengetegen voltak. Nagyon-nagyon sokan voltak. A Mohel az a köves lomó volt. Én adtam a nevet, és már nem először. Kívántam neki, hogy azt mondom neki, hogy figyelj, háromszor az már megerősített én, szóval ez már követeli az, hogy legyen több, és mindig tudjak ilyen feladatokban részt venni. De tényleg ez öröm esemény volt, el is jött a nagyszülők Izraelből. De azt kell mondani, a Zsilipről, ez egy gyönyörű szép közösség, hogy fejlődik. Ugye az Újlipadvárosban sok a zsidó is, és összejönnek, ez gyönyörű. Csak kívánni lehet, hogy még jobb és még szebb legyen. Egyébként jut eszembe tényleg, hogy mennyire volt fontos mondjuk a Habad-Lubavics mozgalomnak, az EMIH-nek, hogy Újlipadvárosban is tudjon egy közösséget építeni, az mégiscsak egy zsidó környék, de az egy ilyen hagyományosan, ez egy asszimilás zsidó környék. Én nem vagyok meggyőződve, hogy hagyományosan asszimiláns. Én emlékszem, hogy ott volt a Kóser Hentes, a Rosenberg Gyurinak a boltja, az ott volt a Visegrádi utcában. Hagyományosan asszimiláns, azt nem hiszem. Jó, az asszimiláció az mindenhol megjelenik sajnos, de asszimilációt már hagyománynak nevezni, az egy ilyen ellentmondásos, mert az asszimilációnak a lényeg az, az ember eltávozik a hagyománytól, szóval ezt a hagyományt nem kell követni. Ezt a hagyományt nem kell követni. Emlékszem, volt egy bácsi a Vasváriban, ilyen 85 éves volt, és kezdett filint rakni. Eljött imádkozni, hétköznapon kádist mondani, és akkor hoppá, ő nem rakja a filint, pedig Sábeszka mindig ott volt. Jó, adtam neki filint, és meg azt mondja nekem, Rabbi úr, tudjon, az ez nagyon különleges. Azt mondja, a mi családunk volt az első nemzedék Magyarországon az asszimilációnak. Mondja ő nekem, majdnem 25 évvel ezelőtt, és már idős volt, azt mondja, az én szüleim az első generáció az asszimilációnak. De örülök annak, hogy idáig jutottunk el, hogy engem megtanítasz tfilidra, és innentől kezdve az élete végéig minden nap rakta a tfilint. Szóval ez egy olyan hagyományt, amit nem kell követni. Mennyire tudta ezt az embert is, ugye ezt az idős embert is tudja
akár az első feelinget is megragadni, mert ez olyan egészen különleges alkalom. Amikor már először megtanultam a mozdulatokat, és bocsánat, én balkezes vagyok, azért mutatom a jobb kezemre mindig, mert én balkezes vagyok. Tehát én balkezes voltam. Igen? Igen, 11-12 évesen jobbkezes lettem, pont azért, hogy tudjak rakni félint a bal kezemre. Én egyszer nem tudok átállni, tehát nekem ez teljesen berögzült. Ez elhatározás kérdése. Nem. Én, a apám azt mondta nekem, hogy olyan balkezes, mint én, azt még az életemben nem lát. Hogy olyan erőszakasan ragaszkodtam a bal kezemhez, ugye, mert gyerekkoromban ő próbált átszoktatni, és mondta, se nem, mert elhatároztam, és első időben nem tudtam a kézben tartani a tollat, vagy levest enni. Ó, sokáig voltam, eddig levest ettem. Egyszer csak nem ért oda a leves. Mindig a kanál üres volt. Egyébként ezen a héten írtam erről a Good Shabbos-ben és a zsidókomban, pont a balkezes tfilin rakásról. Na, az jó, ez érdekel akkor, hogy mármint, hogy a balkezeseknek a tfilin rakásáról. Igen, és a balkezes átáll, illetve az az ember, akinek a szíve átállt, és a szíve úgy született, a szíve a másik oldalon, ő melyik kézre rakja a tfilint, mert a szíve a másik oldalon van. Na jó, de ugye ugye aki nem tud átállni, mint mondjuk én, teljesen mindegy, hogy elhatározás vagy más okból, annak de másik oldalra kell kötni. Igen, két elv van itt. Az egyik elv az a gyengébb kéz, a másik elv a szív mellett. Szóval ki melyiket követi? Igen, nem, és a kérdés az, hogy melyik az erősebb. Az elfogadott vélemény a halakában az, hogy az erősebb az, hogy a gyengébb kéz legyen. És erre az van írva, hogy akkor most mi van a másik elv a szívvel szemben, azt mondja legalább a szív magasságban. Hogy ne itt rakjuk a tfilint. Jaj, nem a világos. Hanem a szív magasságban, akkor azt jelenti, félig megvan a másik elv is. Akkor így már egyszerűbb a kompromisszum, mert nem teljesen le kell mondani a másik elvről, mert ha pedig átraktunk ha maradtunk volna a szív mellett, akkor teljesen le kellett volna mondani a gyengébb kézről. Én arra emlékszem gyerekkoromban, hogy én nem írtam szépen sose. Persze ennek az volt az oka, hogy a balkezességem miatt, ugye a balkezesek, nincs itt most toll, azok befelé fordulva írnak az esetek nagy részében. Aki balkezessel találkoztam, az mindig így ír. Tehát nem így tartja a tollat, hanem befelé fordul. Ez a 900%. Én nem ilyen voltam. És hogy nem írtam szépen, tehát nem volt szép írásom, és próbálkoztam a jobb kezemmel, az konkrétan olvashatatlan lett, úgyhogy nem föl is adtam. Ez én szüleim, én szerintem nagyon jól tették, hogy nem erőltették a kézváltást. Erőltetni nem szabad. De ez érdekes dolog, hogy hogyan kössünk tfilint, ez tényleg érdekes. De visszatérve, hogy mennyire tud megható, meg jó lenni az, amikor az ember először rakja magának, és megtanul, ugye a mozdulatok már berögzülnek, tudja, hogy kell tekerni, hogy kell az ujjak köré. Hogyne, mondom, ez 85 évesen nagyon olyan boldog érdekes volt, hogy megtanultak, mint ha most lett volna bármicva. És természetesen volt bármicvája. De a probléma az, amikor a bár micvát csak szombaton ünnepeljük, akkor elmarad a tfilin valahogy az egész bár micvából. Pedig, hogy ez milyen fontos. Ez milyen fontos, ugye, hogy az az első az alkalom. Az egy bibliai előírás. Igen. Érdekes történetek ezek nagyon. Kívánjuk azt szerintem most a nézőknek, hogy éljék át egyénként a közösség élményét, és hogy mindenki válaszol olyan közösséget magának, ahol úgymond otthon érzi magát, ahol tagja tud lenni a közösségnek, ahol kölcsönösen tud az egyén meg a közösség a másikra, és a másikra gondolni, és a másikra gondoskodni, mert
Ennél fontosabb legfontosabb egy közösségben az ember olyan közösségben járjon, ahol úgy érzi, hogy előre viszi őt a zsidóságban. Igen, igen, igen. Ez egy hogy jó nem stagnál. Ez nem, egy jó közösség. Oda kell menni, ahol fog kapni egy lökést, és folyamatosan fog kapni egy lökést, hogy előre, előbbre, előbbre. Mert minden nap ezt át kell éljük, ugye? Folyamatosan. Hát, kedves nézőnk, föl van adva lecke mindannyiunknak, nekünk, embereknek egyénként, és a közösségnek is természetesen, úgyhogy unatkozni nem fogunk. Ez a legfontosabb. Azt pedig elárulom most a végére, hogy nálunk közösségben, a Vasváriban ma este különleges lesz, nem csak azért, mert közösség, mert meg fognak ünnepelni a születésnapomat, ami ma van. Ó, hát mazeltov a rabbi úrnak, és viszunder cvánzig, és kötelező feladat, tessék meg sokat idejárni, hogy beszélgessünk. Köszönöm szépen. Én is, és gut Shabbat. Gut Shabbat kívánok mindenkinek.